Hihetetlen bizalomnak örvendünk itt a viskóban. Mindenféle állattól. De kár, hogy nem látszódik. Pedig gyönyörűen ott van. Hát a törülközön. Gyíkok, a pelék, a fecskék, a lovak, a mókusok, minden élőlény egyre nagyobb fokú barátságot mutat. Hihetetlen áldás, kegyelem. Múltkor, ahogy sétáltak akik itt voltak, öten, és azt mondta, hogy amerre sétáltak, ott egy helyen a fecskepár odaszállt a villanypásztorra, és ott állt mellettük. Milyen érdekes, hogy reggel pont arra gondoltam, hogy hát itt volt tavaly egy háború, néha volt egy háború, egy-egy háború, amikor bejött egy betolakodó. Most te mit akarsz? Hát ez kész. És itt próbálkozott vagy elcsenni a párját, az egyiknek, nem tudom, hogy valami, de néha volt egy-egy háború. Ma reggel gondoltam erre, és erre most az előbb lehetett látni, hogy volt egy betolakodó, egy harmadik, és lehetett látni, ahogy ki lett kergetve. Hát ez történik nálunk. Gyönyörű babák. Gyönyörű babák. Emlékszem gyerekkoromban az istállókban, a marha istállókban, meg a ló istállókban. Mindig csodálkoztam rajtuk, és mindig olyan nagy örömet okoztak. És lehetett őket látni. De mindig olyan érintetetlenek voltak. És most itt vannak, és olyan közel mennek hozzánk létezni, amit így a lovas karrieremből tudok, hogy nagyon jót jelent. Fontos az embernél is, olyan környezetet biztosítsunk a másiknak, hogy merjen létezni mellettünk. És ugyanez van a lovaknál is. Hogy merjenek létezni, merjenek azok lenni, akik és amik. És ehhez, hogyha mi, és ők ezt mutatják, hogyha mi leadunk az egónkból, azaz abból, hogy én mit akarok, akkor a másik, tehát legalábbis a másikkal szembe, én mit akarok, akkor hagyom őt létezni. És ha hagyom őt létezni, akkor így, mint az előbb itt is, tőlem egy méterre félelem nélkül. Mert ugye akkor már létezni valami vagy valaki, hogyha nem fél a jelenlétedbe. Csak meg szerettem volna osztani ezt a hatalmas áldást.
ezeket az élményeket, hogy ide lemer szállni a földre mellém, nem messze. Erre az ágyra lemer jönni, és próbálkozik kiszedni a szálakat. Egyszerűen mer létezni. És most ott kint röpködnek. Na, jönnek-e befelé? Nagy sebességgel, mint a vadászbombázók. És jön, azt hiszem jön. Nekem az is csoda, ahogyan ebből a nagy világosból be tud jönni ebbe a, hát kinthez képest egy hatalmas sötétségbe. És ilyen jóra össze van rakva, hogy ilyen gyorsan tud alkalmazkodni. Hát ez a sebesség, amivel elkapkodják a legyeket, az meg eleve csodálatos. Milyen precizitás, milyen... Hopp, és bejött. Milyen mérnöki pontosság, és még most a végére kaptunk egy kis zenét is, egy kis csicsergést, egy kis dallamot. Istennek ebből az egyik tökéletesre összerakott lényéből, amelyik szintén az ő gyönyörűségét, színeinek egyik foltját, egyik színfoltját tükrözi. Na, sziasztok!